Nos, hát ismételten köszöntöm szeretettel a jelenlévőket és távol lévőket. A múltkor ugye hát a témák az annyira bőséges volt, hogy nem is nagyon fér bele az időkeretbe, és ezért először kiegészíteném még a múltkoriakat, ugye az ókeresztény liturgiáról. Fölmerült egy nagyon ugye izgató, és főleg a mi korunkban újra izgatóvá váló kérdés a diakonisszák ugye kilétéről. Többen föl is csillant a tekintetük, hogy akkor ez most micsoda, és hogy hallhatnánk többet. Hát ugye pár évvel ezelőtt, azt hiszem, hogy még II. János Pál pápa idején egy külön bizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel, több tudományos könyv is született erről, hogy ugye a ókeresztény korban már ugye kialakul a hierarchiának a hármas fokozata, ugye a püspök, a pap és a diakónus. Ennek már az apostolok cselekedeteiben is világos nyomait látjuk, és az egyházatyáknál aztán teljesen világosan látszik ez a hármas fokozat, de az egyház ugye ezeknek a szent rendeknek a kiegészítésére még létrehozott más szolgálatokat, amelyek nem szentségi jellegűek, hanem szentelmények. Ezeket szintén ugye a püspök osztotta ki, nem szenteléssel, hanem egyfajta avatással, institúcióval, nem ordinációval, és ugye ezek az úgynevezett kisebb rendek. Hát kezdődött az egész ugye a klerikusok esetében a tonzúrával, a hajkoronával, amikor ugye öt helyen megírták a haj, vagy egy tincset levágtak a hajukból, ugye Krisztus töviskoszorúját jelképezvén, ugye akinek nem volt mit levágni, mint nekem például, akkor csak az ollóval ugye öt helyen rákoppintotta a kopasz fejükre, és ez pótolta a tonzúrát. Aztán ugye hát a másik fokozat volt a lektorát, az osztiárius ugye, ami a mai sejtest és harangozónak felelne meg, tehát az, aki a rendet fenntartja a templomban, és a templom tisztaságáról gondoskodik. Aztán ugye volt a lektor, aki a fölolvasó, annak ugye a feladata elsősorban a zsoloskában és a misében a proféciát, tehát az ószövetségi olvasmányok felolvasása volt, tehát nem a Szentlecke vagy az evangélium, és a lektornak még az is joga volt, hogy az új kenyeret és a gyümölcsöket megáldja. Ez egy ilyen érdekes privilégium, ami egészen a zsinatigé fönnáll. Az akolitus ugye ő nem rendkívüli áldoztató volt, mint manapság szokás, hanem ugye tulajdonképpen gyertyavivő. Tehát az avatása úgy történt, hogy a püspök a kezébe adta a gyertyatartót, a gyertyával, valamint a bort és a vizet, ami ugye a szentmiséhez használatos, és hát ugye tulajdonképpen szolgált az oltárnál, mint minisztráns. Ez az akolitus, és utána ugye volt még egy ilyen köztes átmeneti rend, ez a szubdiakónus, az alszerpap. Az alszerpapnak már ugye a későbbi korban mondania kellett minden nap a kötelezően a zsolosmát, már a cölibátust is vállalta, és ugye a misében az ő feladata volt a szentlecke éneklése, illetve hát ugye ő már a szentelésében kezébe kapta az üres kelyet és a paténát, tehát a szentedényeket is kezelte, például a szubdiakónus a misében ugye beülni a vizet a kehelybe fölajánláskor, és például a jellegzetes ruhadarabja a manikulus, ugye az a kis stólácska, ami a bal karról lelóg, ugye ez a szubdiakónusnak a sajátos jelvénye, valamint a tunicella, ami egy dalmatikához hasonló felső ruha. No, szóval ezek voltak a kisebb rendek, de ezen kívül még más ilyen rendek is voltak, amelyeket a püspök osztott ki, és amelyeket például a nők is fölvehettek. Például ilyen volt az özvegyek rendje. Tehát, hogyha valaki megözvegyült, és nem akar újra férhez menni, hanem ebben az állapotában Istennek akart szolgálni, akkor a püspök ünnepélyesen ő fölvette az özvegyek rendjébe. Ugyanúgy a szüzek rendje, ugye ez volt a fátyolozás szertartása, Veláció Virginum,
amiből később kifejlődött a szűzek szentelésének a szertartása, ami egy püspök szenteléssel fellérő, nagyon ünnepélyes, tulajdonképpen ugye az Istennek szentelt szűz eljegyzése Krisztussal a bőnegényel, egy gyönyörű szép szertartás. Ez is egy külön rend volt az egyházban, és ilyen külön rend volt, ami ugye nem szentségi, hanem szentelmény, a diakonisszák rendje. És a diakonisszák azok ugye, hát elsősorban a női hívek körében tevékenykedtek, elsősorban a keresztség alkalmával, mert ugye amikor megkenték a keresztelendőket a katekumenek olajával, az egész testet meg kellett kenni, és erre nyilván egy nő volt csak alkalmas, nevezetesen a diakonissza, vagy amikor ugye szintén úgy a keresztség alkalmával ruhátlanul ugye alá kellett merülni a vízbe, hát ezt is a diakonissza végezte, tehát ő segítkezett a női ugye katekumeneknél, a keresztségi szolgáltatásánál, de például a diakonissza volt az, aki felügyelt a templom női részében a rendre, a fegyelemre, vagy például számon tartotta és látogatta a női betegeket, ugye a beteg hívő asszonyokat, akikhez ugye a korabeli szokások szerint nem volt illendő, hogy a pap, mint férfi ugye kíséret nélkül belépjen, hanem akkor a diakonissza feladata volt, és hát erre ugye ezek a diakonisszák külön fölhatalmazást kaptak a püspöktől, ugye bizonyos esetekben stólát is viseltek, és mégpedig érdekes módon a képekről azt látjuk, hogy papi módra viselték a stólát, tehát nem feldén, hanem egyenesen. Ez például nagyon érdekes, hogy a egynémely monasztikus apácák, a kartózi apácákat részesítették a diakonissza szentelésben is, és hát például amikor én két hetet töltöttem Szlovéniában a kartóziaknál, akkor ugye ott a folyosón szépen ki vannak téve a rendi szenteknek a képei, és van egy szent Rosolina szűz, aki ugye a kartóziaknak egy szentje, és ugye őt is ilyen koronával és stólával ábrázolják. Nem azért, mert papnő volt, hanem azért, mert ebben a diakoni szavatásban részesült, és egyébként ezt csak kétszer az életben hordták, a szentelésük napján is, és a koporsóban, temetéskor így temették őket, ugye. Tehát egy kicsit egybeolvadt ugye a szűzek szentelése, a diakonissza szentelése, de lényeg az, hogy ez az egész, és ugye hát a diakonisszák hivatalosan a klérus tagjai voltak. De nem, tehát nem a szentségi papság tagjai, hanem a klerikusi rend tagjai, tehát azok, akik valamiféle szolgálatot végeztek az egyházban, de soha nem az oltárnál, nem a liturgia, de nem a mise közben, és ugye az avatásunk sem történt az oltárnál, hanem a szentélyen kívül. Tehát ez mind látszik, hogy az nem diakonissza, az nem a női diakonus, nem olyan nő, aki a diakonátus szentségében részesült volna, hanem olyan nő, aki ennek a külön ugye rendnek a tagja volt, és szentelményi ugye fölhatalmazást kapott erre. De miután ugye elterjedtek a különböző női rendek, ugye a szerzetes nő életforma, a szerzetes nők gyakorlatilag átvették a diakonisszák összes feladatát, és így gyakorlatilag nem volt többé rájuk szükség, úgyhogy nagyon gyorsan, már ottan a 5.-6. században megszűnt ez a rend. No, még egy nagyon fontos dolog, ami kicsit kimaradt a múltkor, ez ugye a bűnbánatnak a gyakorlata. Tehát a fülgyónásnak a mai formája, hogy ugye négy szem közt megvallom a papnak a bűneimet, és azonnal föloldozást kapok, ez először Írországban kezdődött, a szerzetesség körökben, tehát ugye a szerzetesség lelkivezetésnek a része volt ez, és a 8. században elterjedt az egyház többi részében is. Mi volt a 8. század előtt? Hát ugye elsősorban az volt, hogy a főbűnökért nyilvánosan kellett vezekelni. A legfontosabb ugye három főbűn, a hittagadás, a házasságtörés és a gyilkosság.
Aztán idővel bővült a bűnök listája, finomodott ugye az erkölcs teológia is, de ezért a három bűnért automatikusan kiközösítették az illetőt az egyházból, és utána csak egy hosszadalmas vezetés után kaphatott feloldozást. Ez nagyon hosszadalmas viták tárgya volt, hogy szabad-e egyáltalán az így elbúgott híveket visszafogadni az egyházba feloldozni. Tehát egy időben olyan nézet is elterjedt, hogy szabad-e csak egyszer. Tehát egyszer az életben lehet feloldozást kapni a keresztség után, mert akit már megkereszteltek és döntött felnőtt fejjel, az hát legyen színes, tartson ki haláláig ebben a döntésében és ebben az elköteleződésében. Utána ugye hát több szakadás is történt, skizma is történt, amikor ugye tömegesen jöttek a keresztény üldözések, rengeteg keresztény elbukott, megtagadta a hitét különböző szinteken, és utána megbánta, vissza akart térni. És ugye hát általában a pápák voltak az irgalmas szívűek, akik hajlandók voltak több éves vezeklés után visszafogadni ezeket a bukottakat, és emiatt hát támadtak ellen pápák, meg különböző szekták is, akiket ezt nem voltak hajlandók elfogadni. Például a novaciánusok, vagy például Hippolytus ellen pápának a mozgalma, meg többen voltak ilyenek. És ugye tehát a 8. századig ez a nyilvános vezeklés, ez úgy történt, hogy ugye a nagybőjt elején, amikor már volt hambazó szerda, akkor ez hambazó szerdán történt, ezek a bűnbánó vezeklők mezikláb, legorotvált fejjel, durva, ugye daróz ruhában megjelentek a templomba, nyilvánosan megvallották az ő bűnüket, kérték a feloldozást, és ekkor ugye a püspök megfelelő bűnbánati zsoltárok, imádságok keretében őket nyilvánosan, tehát kiközösítette, kirúgta számukra a penitenciát, meghintette a fejüket hamuval, és utána kivezették őket a templomból, és a hátuk mögött becsukták az ajtót. És közben ugye azt énekelte a szkóla, hogy miként ugye Ádám a bűne után kiüzetett a paradicsomból, úgy mi is kiűzünk titeket az Isten egyházából. És ez mind nagyon szépen le van, meg ábrázolva van a Pontificale Romanum, a püspöki szertartás könyvben, ami ugye 1596-ban jelent meg a Trinity zsinat után, és itt tele van ilyen püspöki szertartásokkal és gyönyörű szép metszetekkel. Tehát itt látjuk azt, hogy a püspök ugye ül a trónján, és ezeket a vezetőket kivezetik a templomból. Kiűzik, és a hamvasztodás szertartása is ennek a trónát űzi, hogy úgy nélik, ahogyan Ádám a bűnek után, ugye azt érdemelte ki, hogy visszatérjen a korban megy a vétetre, ugye ugyanúgy ezek a vezetők is már vállalják a méltó büntetésnek ügyeikért, nevezetesen azt, hogy hát ugye ezek ellen is, és a bűneikért elégtével vannak. Ez a vezeklés nagyon sokszor hát a halálos ágyukig tartott, vagy legalábbis több évig. A legrövidebb ugye az enyhébb bűnökért az a 40 napos bőjt alatt volt, tehát ez alatt csak a mise első részében vehettek részt, ugye a katekumenek liturgiájában, és ugye legtöbbször csak hátul állva, illetve három kategória volt, akik a hátul állva akarkol a járásig a templom hátsó részében, voltak olyanok, akik hátul állhattak az egész szentiség, de nem áldozhattak, és végül olyanok is voltak, akik a templom előtt térdelve kérték a templomba igyekvő híveket, hogy imádkozzanak értük. Ezek voltak a sírók, a flendez. Tehát ugye egész nagybőjten, és közben hát egy csomó minden, tehát testvérő, plusz imádság, zarándoklat, jó cselekedeteket kellett végezni. Na most ugye a ünnepélyes feloldozás az nagy csütörtökön történt, tehát nagy csütörtöknek innen van a három misége. Ugye volt egy külön mise az utolsó vacsora emlékére este, volt egy külön mise a szent olajak megszentelésére,
ugye, hiszen a ugye, nagy szombat esti keresztséghez kellettek az olajak, a krizma meg a katekumen olaj, és volt egy külön mise a vezető feloldozására, hogy azért kellett őket már nagy csütörtököt feloldozni, hogy utána ugye húsvétra ismét áldozhassanak. És ez is egy nagyon szép püspöki szertartás volt. Például az arkidiakónus, ugye, aki a ma a főesperesnek felel meg, ugye egy védőbeszédet mondott a püspöknek, hogy hát kegyelmes püspök atya, ugye húsvét meghozza az egész természet számára az ébredést, az újjáéledést, és hát itt az ideje, hogy a lelkekben is, amelyekben a bűn kioltotta a kegyelmi életet, ugye a kegyelmi életnek új, ugye zsengét előtessük, és hát ugye kéri az egyház nevében a föloldozást, és hát ezek a vezetők ugye arcra borultak a templom küszöbén, és akkor a püspök a különböző imák közben többször küldött nekik ilyen diakónusokat, akik üzentek, például ilyeneket, hogy élek én, mondja az Úr, nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Akkor egy másik ponton azt üzente nekik, hogy azt mondja az Úr, tartsatok bűnbánatot, elközelget ugyanis az Isten országa. Tehát jött a harmadik üzenet a szertartás későbbi pontján, hogy emeljétek föl fejeteket, hiszen elér, közeledik megváltástok. És akkor ugye végül is, hát egy díszes prefációval föloldozták őket, és akkor itt van, hogy kézen fogva a püspök visszavezeti őket az oltárhoz, és ugye rájuk adja a fehér ruhát, ami a kereségnek a ruhája, az ártatlanság ruhája, és részesíti őket a oltári szentségnek. Ugye na most mi történt azokkal, akik hát nem ilyen súlyos bűnöket követtek el, viszont hát kisebb bűnöket, mert ugye gyorsan látjuk arra, hogy az ember akárhogy is keresztény, de azért nem tudja magát teljesen távol tartani a bocsánatos bűnöktől. Hát néha a halálosoktól is bizony nagyon nehéz, hogyha az ember olyan gyarló és gyenge, és hát akkor ezekre a bűnökre elsősorban a böjtölés, a különböző ugye aszketikus gyakorlatok szolgáltak, és aztán szépen lassan kialakult a szokás, hogy azt a bűnt, amit nem nyilvánosan követett el az ember, ami nem közismert, azt nem is kell ilyen nyilvánosan megvallani, nyilvánosan vezekelni érte, hanem elég a papnak négyszer közt, és ugye négyszer közt kapja a penitenciát is a bűnös, és aztán ugye eleinte először el kellett végezni a penitenciát, és a végén jött a föloldozás, aztán ugye már a 8. századtól ugye a pap mindegyik bizalommal előre megadta a föloldozást, és megengedi, hogy a penitencia csak utána kerüljön sorra. No, szóval nagyjából ilyen. Más szentségekről nem sokat tudunk, például azt tudjuk, hogy a házasság szentségét azt ugye már szentségnek tartották kezdettől fogva, de külön egyházi szertartása egészen a középkorig nem volt, hanem ugye a helyi szokásoknak megfelelően tartották, viszont ugye illet, hogy a keresztény hívő nem utassa a jövendő házastársát a püspöknek, vagy a papjának, ugye, hogy kikéri a véleményt, hogy az illető megfelelő-e, hogy tényleg a keresztény élethez jó társ lesz-e az illető, és hát utána az első, ami kialakult, az nem is a házasság kötés maga, mert elismerte az egyháza a hivatalos állami formát a Római Birodalomban, hanem a nász mise. Tehát az első mise, amin közösen részt vettek a házasságkötés után, ahol egy külön nászáldásban részesültek, és először közösen járultak az oltári szentséghez, hát ez volt az első liturgikus formája a házasságnak, ugye? Hát ezek a nászáldások gyönyörű szép hősi szövegek, és így követhető nyomon az egyház teológiai fölfogása a házasságról. Ugye ugyanúgy a betegek keretéről is többfajta elképzelik, többfajta ugye gyakorlata volt. Az olajat az mindig a püspök szentelte. Egy időben a híveknek is joguk volt ugye a betegek olajával megkenni a beteget,
És ugye hát ez is szentségnek számított, de mindig a püspök által szentelt olajjal, aztán ugye egyre inkább átkerült ez a püspökök is a papok jogkörébe. A szertartások, az imádságok azok egészen a középkor végéig nagyon változatosak voltak. Tehát ugye szentségnek a formája, a pontos szövege az rendkívül változatos volt. Itt is inkább az olajszentelésnek a formáit tudjuk nyomon követni, mondjuk úgy a 7.-8. századtól fölfelé.